Jó reggelt mindenkinek, szevasztok! Hát éppen pakolásban vagyok, ugyanis Adél ma felkelt, és azt mondta, hogy ő egy dönert kíván. De nem egy ilyen hagyományos dönert, amiért lemegyek ide a sarokra Kölnben, hanem ő a legjobb dönert kívánja. És hát ugye a döner fővárosa, ugye Berlin, ezt pontosan tudjuk, ott vannak állítólag a legjobb dönerek, úgyhogy nekem most ott el kell mennem. Egy sima hétköznap nyilván azt mondanám, hogy kincsem, vagy lemegyek ide neked egy dönerért a sarokra, vagy nincs döner. Tehát azért mégiscsak most egy picit különlegesebb a helyzet, nyilván már hallottatok róla, hogyha nem, akkor most elmondom nektek, hogy Adél várandós, jön a második baba, méghozzá a második kisfiú. Ott a kisbaba, te is adsz rá puszit? Puszit? Puszte? Lesz egy kis tesód, örülsz neki? Igen. És hát ebben a helyzetben nyilván akik már végigcsináltak egy terhességet tudják, hogy ilyenkor a párunkkal nem ellenkezünk, jobban járunk. Én is megtapasztaltam ezt már, amikor Adél Netánnal volt terhes, akkor kívánt egy nutellás fánkot, elmondta, hogy melyik boltba menjek érte, csak az az egyetlen egy nutellás fánk volt, hazavittem, majd konkrétan majdnem hozzám dobta azt a fánkot, mert a nutella nem a fánkban benne volt, hanem a tetején. Úgyhogy azóta én megtanultam, hogy amit egy várandós nő kíván, azt meg kell, hogy kapja. Úgyhogy most gyorsan bepakolok, veszek egy repényet, aztán pedig elrepülök Berlinbe, ott megkeresem a legjobb dönerest, és jövök is vissza, tehát néhány óra múlva már újra itt leszek Kölnben, és mindenki boldog. Meg nem teszek érted, azért az hihetetlen. Vigyázz magadra nagyon. Jó repülést! Szia, Manu! Szia, Manu! Csípős, ne legyen benne! Mekkora figura vagy te? Ne legyen benne csípős. A reptér általában kártugóval szoktam kimenni, mert az a legegyszerűbb, úgyhogy most is ez így lesz. Megérkeztem a reptérre. Upplug! Tudom, hogy sokan hülyének néznek, de gyerekek, higgyétek el nekem, hogy várandós nővel nem szórakozunk, de tényleg nem. Pont azt nézem, hogy konkrétan egy, hát durva olyan másfél órám lesz Berlinben, és talán jönnöm kell újra vissza. Itt vagyok már a gépen, becsatolom magam, aztán remélhetőleg nem sokára indulunk. Kicsit részeg, közepesen részeg, nagyon részeg. Na megérkeztem, itt vagyok Berlinben. Irány a döneres. Der Döner wurde eigentlich immer auf dem Teller mit Reis und mit Salat präsentiert. Kiszálltam a taxiból, itt vagyok a Brandenburgi kapunál. Annyira jó fej volt a taxis, komolyan. Nagyon ritka az ilyen. A lényeg, hogy megkérdeztem tőle, hogy melyik a leghíresebb és legjobb döneres, nehogy csalódást okozzak Adélnak. Azt mondta, hogy a Mustafás, úgyhogy most oda sétálok. Nagyjából egyébként még egy órán van, aztán indulnom is kell vissza a reptérre. Itt vagyok a Potsdamer Placon, biztos ismeritek, mert nagyon híres. Itt volt a berlini fal, nézzétek, és még itt vannak is darabjai. És ha minden igaz, akkor valahol a betonban is jelzik, hogy pontosan hol volt. Itt van ez, a berlini fal emlékére maradt itt így. Az egyik legmenőbb dolog itt Berlinben a telediszkó, ami konkrétan egy telefonfülke, és diszkó. Azt mondják, hogy ez a világ legkisebb diszkója. Bedobsz 2 eurót, és tombol a zene, és pont itt mentem el előtte, úgyhogy azt gondoltam, hogy hát ha már itt vagyok, csak kipróbálom.
Na nézzük, hogy működik. Start the party. Song auswählen. Számválasztás. Azt mondja, hogy mi legyen. 2 euró. Hop-hop. Oh, így néz ki belülről. Na gyerünk, akkor nézzük meg, hogy mi történik. Elég sötét van, leteszem a táskát. Lehet füstöt tolni! Mekkora parti, te jó Isten! Kurva jó! Gyerekek, hát ez kurva jó! Hát ez óriási! Hát ez az ilyen Wahnsinn! Ez így kájl! Ja, ja, schon! Warst du da alleine drin? Ja, ja, ja! Achso! Megkérdezték, egyedül voltam ebben. Mondom, igen! Úgy tűnt, mintha óriási parti lenne. Ha Berlinben jártok, akkor gyertek el a telediszkóba. Szerintem talán 2-3 is akár beférnek. Mondjuk akkor így fogtok táncolni, de el kell jönni, ki kell próbálni. Ha jól tudom, akkor 2 is van a városban belőle. Dura, még fél órán van, úgyhogy most már el kell kezdenem sietni, meg is éheztem őszintén szólva én is. Jövök, Mustafa, jövök! Köszönöm. Csöntárnak. Nagymamámtól a múltkor megkaptam, hogy nem vittem neki még kölnből hűtőmágnest. Egyébként még a mai napig nem, de pótolni fogom. Viszont most Berlinből, mamuszkám, viszek neked, most vettem. Képzeljétek el, hogy Berlinben több helyen árulnak dönert, mint Isztambulban. Durván 1600 helyen. Valójában itt találták fel Berlinben a dönert, itt készítették el először azt a dönert, amit mi ismerünk. Egyébként egy török származású csávó 1972-ben, talán ha jól emlékszem. Én kétszer voltam egyébként Berlinben, egyszer még az osztályjal, a német osztályommal osztálykiránduláson, nagyon régen, utoljára pedig 2006-ban az egyik barátommal kijöttünk a VB-re, az egyik meccsre. Fogjátok elhinni, megérkeztem. Ezért jöttem Berlinbe. Itt van. Mustafas Döner. Ich hätte ganz gerne 2 Döner, einen zum Mitnehmen, aber den richtig gut einpacken, weil der geht mit ins Flugzeug. Und einen zum Essen. Szerelmem, eljöttem neked Berlinbe egy dönerért. Remélem, ezt értékeled. Most készítik. Na megnézzük azért ennek milyen íze van. A leghíresebb berlini döner. Megérte eljönni. Zseniális. Szerintem még soha nem ettem ennyire finom dönert, azt kell mondjam. Brutál, ez brutál. Ha most még kiérek a reptérre, 5 perc ma indulnom kell vissza. Nagyon kiszámoltam. Fú, gyerekek, szét rommá fagytam, de tényleg konkrétan rommá fagytam. De a lényeg, hogy itt a döner, amiért jöttem Berlinbe. Most viszont irány a reptér, 10 perc el kellett volna indulnom, remélem ennek ellenére még kiérek a reptérre, és el is érem a repcsit. Megérkeztem a reptérre. És viszem haza a dönert. Ebben a pillanatban megérkezett a döner, és természetesen én is ide a kölni reptérre, úgyhogy most zúzok haza, nagyjából 10 perc, és eheti a kismanó, amire vágyott. Hi, servus, Abend! Ha csak néhány méter és hazaérek, és hát abban az egyben bízom, hogy Adél ebben a pár órában azért nem kívánt meg valami mást. Különben indulhatok újra az utamra. Halló! Szia, Manu! Szia, Manuka! Na gyere! Manu, nálad van a dönert! Itt van! Mert melyik, hol is a kamera? Ebben a piciben látsz? Na, bentről látsz! Bentről? Itt van, főnök, itt van! Jó!
Sziasztok! Szia életem! Szia Manu! Megjártam! Itt vagyok! Nagyon kemény vagy, Manu! A leghíresebb, legjobb dönereshez mentem el. Ezt is komolyan mondod? Igen, Mustafa. Mustafa? Mustafa. Anyuci megkóstolja, mit hozott neki apa. Manu, ez tök hideg, ezt nem fogom tudni így megenni. De mi mit gondoltál, hogy nem lesz hideg, mikor belülünkből hazahozom? Nem, csak azt hittem, hogy jobban fog kinézni. Ez most nem mondott komolyan. De. Ó, gyerekek, én mondtam nektek, hogy egy várandós nővel nagyon nehéz, látjátok? Na köszönjük, hogy néztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok be és kövessetek bennünket, illetve egy nagyon jó kis játékra tudom felhívni a figyelmeteket. Itt az idő, már annyian kértétek, hogy csináljunk itt a YouTube-on egy ilyen kérdezfeleleket, most ezt meg is fog történni, úgyhogy, hogyha van kérdésetek, amire szeretnétek választ kapni, azt írjátok meg ide a videó alá, innen fogunk szemezgetni a következő vlogban, úgyhogy legyen minél kreatívabb, és akkor tuti, hogy kaptok választ a kérdésre. Nem sokára újabb videóval jövünk, ki tudja, mit kíván meg az Adél, lehet, hogy holnap megyek Churrosért Barcelonába, vagy Madridba, vagy valahol Spanyolországba. Én tudom. Hova? Bécsi szelet.